Ön szívesen élne önmagával? A műsor támogatója a GLS Hungary. Csomagfeladás és átvétel a szokásaidhoz igazodva. GLS. A műsor támogatója az Apenta. Íz extrákkal. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a 20 perc őszintén. Egy olyan műsor, amiben az ismert és elismert vendégek vállalják, hogy hazugságvizsgálógépre, poligráfra kötik őket, és hát jó sok kérdésre őszintén igyekeznek majd válaszolni. Hogy mennyire készült föl erre a mai megmérettetésre Simon Kornél, az most kiderül. Szia! Hello! Ti már most izgulok? Nem, most színészkedsz, tényleg izgulsz. Nem. Egy picit... Izzad már a tenyered? Igen, kicsit igen, alakult. Mennyire igyekszel te őszintén élni az életedet? De maximálisan, természetesen. Igen? Hát nyilván a szakmám az, hogy hazudok, tehát hogy ezt ettől eltekintve. Akkor ez egy tudathasadásos állapot a hétköznapokban gyakorlatilag? A hétköznapokban? Nem. Én a hétköznapokban próbálok egyáltalán nem színészkedni. Régen nem mondom, hogy ez mindig így volt. Mert azért szerintem, amikor az ember ezt megérzi, hogy ő el tud tettetni bizonyos dolgokat, igen, akkor azért, hogy mondjam, nagyon stabilnak kell lenni, az, hogy az ember ne próbáljon ezzel visszaélni. De volt olyan helyzet, hogy mondjuk akár egy ismerkedésnél más... Főleg mert ugye, mert férfiak azért mégiscsak, hogyha úgy van, akkor igyekeznek úgy feltüntetni magukat, hogy na. Tök. Hát eleve van egy ilyen tudat, hogy amikor egy ilyen potenciális nőstényt, ez evolúciós, akkor föl... Nyilván ez még Grillus Dorka előtt volt nagyon-nagyon régen. Tehát, hogy nyilván neki is próbáltam ideális képet nyújtani. Már úgy értem, hogy el kell ápráztatni a nőstényt, ugye ahhoz. Násztánc. Igen, násztánc, minden pálmatolladat ki kell, hogy teremtsd. Igen, de volt ilyen ismerkedés, és akkor így... Hú... Azt éreztem, hogy így valamit így beszélek, de hogy hát, inkább maradnál csöndbe, szóval ez ne. Tehát belülről gyakorlatilag monitoroztad magad? Hát folyamatosan, persze. Ugye? Igen. És te észreveszed, hogyha esetleg neked valaki füllent? Én azt hiszem, igen, az esetek döntő többségében. Mert pontosan azért, mert ez a hivatásunknak a lényege az tulajdonképpen egy figura megragadásánál az, hogy mik ennek az alaknak a motivációi, mikor mond igazat és mikor nem. És én azt hiszem, elég jó vagyok ebben, amikor így ezem, na, hát azért ez nem volt teljesen igaz. Dorka mit szólt, hogy elvállaltad ezt a műsort? Hát biztos örült, nem tudom. Tehát, hogy nem volt az, hogy most elmegyek egy hazugságvizsgálós műsorban, mit szólsz hozzá. Hát szerintem Dorka aztán, ha valaki ismeri az én hazugságaimat, akkor ő aztán... Átlát rajtad? Hát pontosan ugyanúgy, ahogy én is arra. Mondjuk Dorka nem tud hazudni egyáltalán. Tényleg? Nem, nem. Nagyon, akkor ilyen... Szóval egyszer-kétszer láttam, nem nekem, hanem egy más helyzetben, hogy így nem pont az igazat mondani, vagy hogy kicsit elferdíteni. Tehát ő teljesen begörcsölettől, úgyhogy ő nem tud hazudni. És ő mindig erre is panaszkodik, hogy mivel ő nem hazudik, és alapvetően abból indul ki, hogy valószínűleg más sem, hogyha ő nem, ezért azt látom, hogy az emberek hazugságaival szemben teljesen tehetetlen, és nem is ismeri föl. Hogyha ezzel szembesül. Hát igen. És akkor még egyet mondj meg, tudom, hogy most, tehát hogyha kár lenne tagadni, vagy nem beszélni róla, hogy a sógoromnak az egyik legjobb barátja vagy, és ráadásul Lukács Mikinek, és ráadásul pont kár egy... Kár lenne tagadni, az biztos. Ugye, ez fölösleges, hiszen hamarosan együtt is fogtok dolgozni, vele őszintén tudtál a szakmai dolgokról beszélni? Persze, egyes, hogy Mikiker nagyon ügyes, tehát hogy egy csomó dologban azt gondoltam, hogy sokkal ügyesebb, mint amire számítottam. Komolyan? Igen, a másik meg az, hogy szóval Mikivel szerintem ezt jó, néha... Hát most unter uns, tehát most akkor is hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy a Miki mindig teljesen elviselhető, smooth, és teljesen... Tehát a Miki néha az ember agyára megy. De és amikor az agyára megy, akkor nekem kisül valami, akkor kicsit fölemelem a hangomat, vagy kicsit arrogánsabban rászólok. A Miki láthatóan megsértődik ezen, de lenyeli, majd utána később a telefonban azt mondja, hogy azért sokszor voltál arrogáns, azért én bocsánatot kérek, és kb. Itt el is van simítva a dolog. Úgyhogy van egy ilyen oda-vissza. Egy kis, tehát egy konkrét megbeszélés nincs. Igen. És te is jól viseled a kritikát? Hogyha őszintén az arcodban szerintem mondják. Szerintem egyre jobban. Igen. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hogy fogod viselni, de látom, hogy egyáltalán, tehát hogy alapvetően azért annyira nem vagy izgatott ezzel a dologgal kapcsolatban, majd utána meglátjuk, hogy a kis szíved és a pulzusod az hogyan működött meg a vérnyomáshoz. Úgyhogy akkor Simon Kornél a poligráfon. A műsor a Vodafone Podcast Pioneers támogatásával készült, amely lehetővé tette a technikai hátterünk fejlesztését. A vizsgálatot a Karrier Kft. Szakértője végezte.
Kezdem a kérdezést, kérem, most már nem mozogjon. Ön Simon Kornélnak hívják? Igen. Ön őszinte embernek tartja magát? Igen. Ön szép embernek tartja magát? Igen. Az Üvegfal című előadásban könnyű volt önnek eljátszani a narcisztikus bántalmazót? Igen. Ön Grillus Dorkát zseniális színésznőnek tartja? Igen. Igaz az, hogy ön a megismerkedésük előtt évekig rajongott Grillus Dorkáért? Igen. Ön introvertált személyiségnek tartja magát? Igen. Ön gyakran elfojtja az érzéseit? Igen. Ön szeret elmenekülni a konfliktusok elől? Igen. Ön egy időben pszichológusi pályára készült? Igen. Ön a karrierjét illetően ambíciózusnak tartja magát? Igen. Ön lustának tartja magát? Igen. Ön szeret takarítani? Nem. Ön ijesztőnek találja ezt a helyzetet, amiben most van? Igen. Ön könnyen improvizál a színpadon vagy a kamera előtt? Nem. Ön férfias jelenségnek tartja magát? Igen. Az ön legnagyobb traumája az volt, hogy 20 éves korában elváltak a szülei? Nem. Ön szokott sírni? Igen. Ha arra kérnék, most sírjon, el tudná sírni magát? Nem. Ön szívesen élne és dolgozna külföldön? Igen. Ön érez lelki hasonlóságot Jude Law karakterével a Közelebb című filmben? Igen. Ön úgy érzi, volt olyan munkája, amiben önmaga számára is meglepően kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtott? Igen. Önnek volt szürreális élménye a néhai Blue Box mozival kapcsolatban? Igen. Az ön gyermeke, Simon Soma, már az édesanyja hasában színészi kreditet szerzett? Igen. Fia felvételt indított a Pepe című sorozatban? Igen. Ha végignézhetné, hogyan forgatta Stanley Kubrick a ragyogást, de cserébe kihagyna egy jól fizető, de közepes filmben való munkát, a ragyogást választaná? Nem. Ön szívesen élne önmagával? Nem. Hazudott ön valamelyik kérdésre? Nem. Ez itt a 20 perc őszintén Simon Kornéllal, és én úgy láttam, hogy te élvezted ezt a dolgot. Persze. De azért itt némi izgalmat is véltünk felfedezni. Itt van a kezemben a regisztrátumod, mert hogy ezt így nevezik. A regisztrátum, aha. Amit egyébként majd meg is fogsz kapni a végén. Ha gondolod, bele is nézhetünk, azért nézd, hogy nem mondanám teljesen kiegyensúlyozottnak a
itt-ott bizonyos pontokon a kis légzésedet, meg a vérnyomásodat. Aha. Na, úgyhogy ha megengeded, akkor néhány kérdésre úgy rátérnénk, ahol picit eltértél. Például rögtön az elején, amikor feltette István azt a kérdést, hogy ön őszinte embernek tartja-e magát. Képzeltem, hát, hol igen, hol nem. Ugye? Hát, szóval, tehát, hogy igen. Alapvetően igen, 50-50. És a másik kérdésnél, ami úgy hangzott, hogy ön gyakran elfojtja az érzéseit, ott is volt egy pici megremegés, bár... Mert akkor is éppen elfojtottam az érzést. Na és ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, Korné, hogy szerintem van összefüggés a között, hogy őszintének tartod-e magad, hogy egy picit elgondolkodtál, hogy talán magaddal mennyire vagy őszinte az életedben. Te mersz önmagaddal szembenézni minden helyzetben? Én azt gondolom, igen. És tisztában is vagy a... sötét oldaladdal? Igen. Az utóbbi időben? Kifejezetten. Hogyan oszlik meg mondjuk az arány? Tehát, hogy tudod-e uralni, vagy azért van, hogy kiengeded? Persze, uralni tudom alapvetően. Én azt gondolom, hogy egyszer volt egy nagyon okos asszony, asztrológus, meg mindenféle terápiát tartó. És akkor azt mondta, hogy az ő meglátása szerint velem az a gond, hogy bennem konkrétan gyilkos indulatok vannak. Tehát nem lenne problémám azzal, hogy megöljek valakit. És ezt néha én is érzem, uh-huh. bizonyos szituációkban, uh-huh. és az, hogy ezt tulajdonképpen bizonyos, tehát hogy mivel vissza kell tartani, hiszen a civilizációnk végül is erre épül, hogy nem nagyon öldössük egymást halomra. Igen. Hogy ezzel a gyilkos indulattal megküzdeni, azért ez egy nagyon komoly és folyamatos erőfeszítés, különösen mondjuk így adott konfliktus helyzetek esetében. Az indulataidat egyébként le tudod vezetni valahogy? Mert ha nem, ha ölök, ki. Kizárólag, hogyha vadászni járok, és M16-ossal komolyan, szoktam. Tehát, hogy valamilyen testmozgásban, vagy a színpadon akár, mert hogy hát, az egy jó terep. Jó, de hát azért az nem úgy van, hogy ezért van. Ért két héttel ezelőtt egy sérelem, és akkor majd két hét múlva vezetem az előadásba. Azt gondolom, hogy egy szerepet úgy kell összerakni, hogy az régi és már leülepedett dolgoknak az érzelmi bázisa, az ne a pillanatnyi indulati állapot legyen, vagy a közelmúlt, mert azokból nem lehet tartósan táplálkozni, mert azok egy darabig szolgálnak, aztán kimerülnek. Mm. Szóval azt gondolom, hogy ezt sokkal megalapozottabban kell a színpadi jelenlétet megalkotni, nem abból, ami így most így van. Akkor ezért volt esett könnyű, vagy könnyen neked eljátszani mondjuk a narcisztikus bántalmazót, mert egyébként ott van benned ez a... Én szerintem azt gondolom, hogy ezek ilyen személyiségvariánsok, uh-huh. vagyis hogy a személyiségünk sötét oldalai, uh-huh. ha úgy tetszik. Nem titok, hogy, vagy hát szóval sose tagadom, mint hogy ezért a műsort is azért mertem vállalni, mert azt gondolom az életem nyitott könyv, hogy én jártam terápiára, mármint hogy pszichoterápiára, uh-huh. pontosan azért, mert sőt, többfélére is, és azt gondolom, az embernek szembesülni azzal, hogy hát basszus, azért nekem vannak narcisztikus személyiségvonásaim. Azért ezt így persze elsőre mindenki tagadja, szerintem mindenki tagadja, hogy hát én nekem nem, de hogy ilyen vagyok öntetszelgő ember, hát az hülyeség, én maximum neurotikus, de narcisztikus, nem, de igen, de hát... De színművészként szerintem, tehát hogy azért mint egy alapzönge lenne. Igen, és ráadásul nem csak színművészként, hanem azt is hallottam, és a pszichológus mondta, vagy pszichológusnál olvastam, mert ezt nem tudom pontosan, hogy aki kreatív, az biztos, hogy narcisztikus is egy kicsit. És a kreativitás egyébként egy traumával kezdődik, és a sötét triádban is nagyon sok, tehát ugye hogy hívják azt a diszociális személyiségzavarra, a narcisztikus, a pszichopátia, ezekben a traumák és ezek az elfolytások mind nagyon nagy szerepet játszanak. Úgyhogy a narcisztikus bántalmazó is egy ilyen személyiségvariáns. Igaz, alapvetően azt gondolom, hogy mindannyiunkban minden megvan. Igen. De tényleg minden. Tehát most gondoljunk a legrosszabbra, az is megvan. Csak nagyon kicsit. De minden egy spektrumon mozog. És azt gondolom, hogy ez egy... Nekem speciál ebből egy picit több jutott. Attól függ, hogy milyen élmények érnek, azt mondod trauma, és hogy mit növesztesz föl az élmény hatására magadban. Meg hogy 40 éves korodra mivel küzdesz meg, és mit ismersz föl, hogy mi az, amit dolgoznod kell például. És ha már ennyit pszichologizáltál, hogy ezt a szót használjam, képzeld el, hogy ott is kilengett a kis regisztrátumnál a légzésed, meg a gyomorideg, ahogy egy időben pszichológusi pályára készültél-e. És hogy ugye erre azt mondtad, hogy igen. Igen. Tehát nem azért, valószínűleg nem azért reagált így mondjuk a szervezeted, vagy az érzelmeid, nem azért mutattak valamit, elmozdulást, mert ez nem igaz, hanem azért, mert ez fontos lehetett, vagy fontos volt neked. Hát fontos volt, 4-szer felvételiztem az ELTE-re. Hmm. És mondjuk 4-szerre fölül, tehát ez évekig készültem rá, érettségi után. Pont érettségikor nem. Hát,
mert egy lusta pöcs vagyok, de hogy pont... Ez is igaz volt, hát igen, csak mondom, hogy én is tudom, hogy gondoltam. Kitaláltam magamnak ezt a pszichológia szakot, kikölcsönöztem a megfelelő könyveket, elkezdtem a HEB könyv, ugye ezt a pszichológusok csak a HEB könyvnek írtak, abból kellett fölkészülni, az volt az egyik könyv, amiből készülni kellett. Kinyitottam, elkezdtem a reverberáló körökről, meg ezekről úgy olvasni, és azt mondtam, hát figyelj, én ebből egy mukkot nem értek. Én ebben, na jó, majd lesz valahogy. Akkor kinyitottam a következőt, a gyermeklélektan, azt is úgy éreztem, hogy fú, juxtapozicionált. Ezek a szakkifejezések. Ebből se értek, de vagy az, azt hiszem, hogy éreztem, hogy ez így nem fog összejönni. De aztán, és akkor a következőben megint. És amikor negyedszerre felvételiztem, és már teljesen egyedül, mert jártam az ELTE pszichológia előkészítőre is. És amikor negyedszerre készültem, akkor már teljesen saját magamtól, addigra megtanultam, hogy hogy kell készülni. Addigra végül is az lett, hogy egy maximális pontszámú írásbelit írtam. Az nagyon durva. Igen. Mert hogy az van, hogy érzetre is úgy érzem, hogy neked ez való lenne. Lenne, igen, mert szeretek ezzel így binge-izni, így foglalkozni. Meg az elméd is megvan hozzá. Igen, nem vagy teljesen. Nem vagy teljesen. Aztán voltak még ilyen kísérleteim, hogy én majd diplomát szerzek valamiből, mint kommunikáció, média. De nem sikerült. Jött a rendezés, megszült a Csomika. Amik egyébként csodálatos feladatok, tehát nem arról van szó. Persze, meg a sajtos médiatörténetet annyira unalmasnak tartottam, úgy azt hiszem, hogy én nem vagyok kíváncsi erre az egészre, úgyhogy hát nem tudom, hátha most még igen. Szóval érdekes lett volna, hogy egy tudományosabb pálya az mivel, de hát ugye még diplomám sincs, még a színészetből sincs, úgyhogy... Na és ettől van rossz érzésed? Hogy nincs? Ugye, igen. Nincs, most már nincsen. Mert az, hogy ott is volt ott egy is... jó kis légzésblokkot, képzeld el, a karrierjét illetően ambiciózusnak tartod-e magad? Hát nagyon érdekes, de szerintem az a légzésblokk az a gondolkodás. Mert ez egy jó kérdés, mert hogy ambiciós vagyok, vagy nem, mert az is olyan kicsit inkább ilyen, hol igen, hol nem. Tehát, hogy volt idő, amikor én teljesen megvetettem az ambíciót. Már magamban is, és mások ambícióját is. Ez mit jelent, hogy lenézted azt, aki törekszik? Hát igen, úgy éreztem, hogy ez annyira. Most miért kell ezt? Mi ez a teperés, ez a don't be so pushy, please. Igen. És aztán valahogy találkoztam Dorkával, és ő is eléggé hajtós. És akkor valahogy ebben a kapcsolatban, hát most már házasságnak hívják, szóval ebben értettem meg, hogy tulajdonképpen ebben nincsen semmi. Az, hogy az embernek van egy becsvágya, de a saját hivatását illetőleg, igen, de hogy ez nem lenézendő dolog. És hogy azért, hogy az ember tesz is azért például, hogy elkezdi menedzselni magát, az nem akkora para. Úgyhogy ez a kicsit ez az ambivalencia volt érezhető szerintem ebben a légzésblokkban. És akkor van még, várjál csak, azt mondja, hogy ha így hangzott a kérdés, ahol kicsit erőteljesebben reagáltál, ha végignézhetné, hogyan forgatta a Stanley. Igen, mert azt gondoltam, hogy igen. És itt van egy ilyen, hogy nagyon jól fizető, de közepes. Hát igen. De az igazság, hogy szeretem a pénzt, nincs mese. És lehet, hogy még egy ilyen, egyrészt jobban szeretek dolgozni. Tök mások, menő, hogy ezt kimondod. Még másoknak, tehát hogy igen, egyrészt szeretem, ha van pénzem. Megértem. Ha van. Nem szeretem, ha nincs. És van, hogy nincs. De van, hogy van. Tehát a jól fizető, figyelj, mert jól fizet, az jól fizet. Nyilván senki sem a saját mésztet. Ahogy ezt szokták mondani, a pénz nem boldogít, viszont nem is keserít el. Volt még egy vicces reakciód a Blue Box mozival kapcsolatban. Hát mert ezt elmondod ezt a sztorit? Ja. Mert hogy az volt a kérdés, ennek volt szürreális élménye, ja, a szürreális, a szürreális Blue Box mozival azért kapcsolat. Volt, mert a született gyilkosokat néztük a jó, szép emlékű Blue Box moziklubban, nyilván aki élt még akkor, azt tudja, hogy hol volt, meg mi volt az, meg egyáltalán vicces volt, mert ugye ott voltak kanapék a Blue Boxban, meg lehetett cigizni benne a mozi, tehát úgy lehetett nézni a filmet. Nagyon régen volt. És akkor még én magam is dohányoztam akkor, úgyhogy ez tök jó volt, egy kanapén feküdni valakivel, és egy nőnemű lényel, és közben cigarettezni, és filmet nézni. Na és a született gyilkosok ment, és hát annyira brutálisan zsokkolva éreztük magunkat, és akkor jöttünk így a moziból, így ilyen gúvadó szemekkel, és akkor mentünk, a körúton mentünk, és ugye a született gyilkosokban rengeteg ölés van, meg ez az egész nagyon nyomasztosan durva, és az egyik üzletből jött ki egy ilyen hátracsapott baseball sapkás csávó, és csak annyit láttam, hogy hátrál ki az üzletből, és így van a karja, és jön ki hátra. És itt tényleg így megálltunk így a ketten,
hogy úristen, hogy kiléptünk, vagy a film kilépett a valóságba? Ez most tényleg egy ilyen izével? Shotgunnal jön ki a boltból? De nem, hanem így a redőnyt húzta le. Ne, és a redőnyhúzó pont így volt a kezében. De tényleg, ahogy lépett ki, és így húzta le, olyan volt, mintha így visszalőne, mindjárt visszalő a boltba. Nem, hál' Istennek, nem csak úgy, hogy ez, akkor megnyugodtunk, hogy ez... Mégis csak egy film volt. Igen, és az emberi elme mire képes. Nem, igen. Egy kicsit azért viszed igen. magaddal tovább azt a világot, igen. amit láttál, vagy igen. amiben voltál. Volt még egy nagyon vicces pont, ahol szintén berezegtél, mert egyébként igent mondtál végül, de vaciláltál a válasszal, ez pedig így hangzott ön férfias jelenség. Igen, mert ez is olyan, hol igen, hol nem. Hol azt gondolom, hogy igen, hogy így, na, az igen, így kell. Tehát van, amikor elégedett vagy magaddal, és hú, de jól megcsináltam. Igen. És mi az a helyzet, amiben nem? Hát ez most így, szerintem ezek inkább periódusok az életemben. Én egy kicsit ilyen, van egy ilyen hullámvasút az életemben, és akkor attól függően éppen hol tartok, így a mánia felé, vagy a depi felé, hát ez nem bipoláris, hát nem vagyok bipoláris. Nem, hát mindenkinek vannak, de nem, akkor neked is vannak mélyebb igen, pontok. Azt hiszem, ezt ciklotimiának hívják egyébként a pszichológia nyelvén. Nem gondoltam, hogy ennyit fogok ma tanulni tőle. És van ez a hipománia, úgy hívják, amikor egy kicsit úgy följebb van az ember, és úgy, csinálj már valamit, és van a másik oldal, amit nem tudom, az minor, depresszió, vagy valami. Nekem bármit mondhatsz, el fogom hinni, mert fogalmam sincs. Szóval nem depresszió, és nem mánia. Tehát nem az van, hogy eladok mindent, és egy új vállalkozásba kezdek, és megveszek mindent, ami bár mondjuk én vásárlásaim szoktak lenni. Én kicsit ilyen Mikike szoktam mondani, hogy ez is egy kényszervásárlás volt, azt ugye tudom. Hát mondom, tudom, de hát most mit csinálják? Attól meg megcsinálom. És egyébként figyeled így az embereket? Mert hogy ezeknek a tudásoknak, vagy ennek a tudásnak te a birtokában vagy, akkor egy, mondjuk egy tárgyaláson, egy megbeszélésen. Természetesen. Ijesztő vagy. Egyre ijesztőbb. De miért? Azért, mert hogy kezd olyan érzésem lenni, hogy te azért tényleg ennek a pszichológiának is azért úgy a mélyére látsz, és így jobban látottál az embereket. Én szerintem lehet, hogy egy kicsit jobban látom, de szerintem ez nem a pszichológiai tudás, ez inkább valami adomány. Nagyon jó sorozatgyilkos karakter lennél. Már na, ezt szeretném kérni. Bár a kedves filmrendező, aki látja ezt a műsort esetleg, és egy izgalmas, érdekes, elsőre szimpatikusnak tetsző, de pszichopata, abszett. Sorozatgyilkos szerepét szeretné rám bízni, kérem, ne habozzon. Telefonszámot megtalálja a szerkesztőségben. Köszönöm. És most nagyon karizmatikus voltál, de magadra azt mondtad, hogy te nem tartod magad annak. Nem, mert azt gondolom, a karizmatikus az olyan, lehet, hogy én teszem ezt nagyon magasra a mércét, de a karizmatikus olyan, hogy belép a szobába, és akkor így mindenki, jaj, úgy kihúzódnak a hátak, és mintha, érted, ezt gondolom karizmatikusnak. Értem. Tehát, hogy én számomra ez a karizmatikus, aki tényleg így beragyogja mondjuk a szobát, ha bejön. Én nagyon csöndesen tudok bejönni a szobába, sőt, amikor még annyira csóró voltam, hogy így blicceltem mondjuk így a metrón, akkor tudtam láthatatlan lenni az ellenőrök gyűrűjében. Ne. Tehát, hogy konkrétan arra gondoltam, hogy engem most nem fognak észrevenni, és úgy surrantam el a két fal között, hogy nem ellenőriztek, mert tudtam láthatatlanná válni. Tehát néha azt gondolom, hogy Mr. Cellofán, tehát simán át lehet látni rajtam. Jó, ha nem feltétlenül akarom, és tényleg az van, meg jó periódus vagyok, akkor azt gondolom, igen, van bennem egy ilyen... Karizma. Hát te ki vagy? Igen. Igen. A csajokkal meg is beszéltük, képzeld. De aranyosak vagy. Tényleg, úgyhogy adok neked visszajelzést, hogy ezt építsd magadban. Köszönöm. Igyekezni fogok. És azt mondtad, hogy szoktál sírni. Igen. Mint minden normális ember. Minden normális ember. Tehát, de hogy mi az, ami téged meghat, hogy megripad? Hát, sok minden. Mikor sírtál utoljára? Úgy rendesen? Igen. Szerintem nem olyan régen. Hát, általában délelőttönként elég érzékeny vagyok. Most furcsa, mert délben nem. És délben elmúlik. Nagyon furcsa. Érzékeny. Igen. Tehát az fölkelek, és nagyon nincs kedvem fölkelni. Nem mindig van így, mert például már szuper jó volt. De fölkelek, és úgy nem nagyon van eleve kedvem fölkelni, de szerintem ez a hullámnak az alja, és akkor olyan érzékenyke vagyok úgy délelőttönként. De érdekes, hogy délre akkor is elmúlik, és akkor bármi megtudhatni. Tehát, hogy hát főleg a gyerekeim, hogy milyen aranyosak, de amikor azt mondom, hogy így nem, olyan kicsit úgy meghat, úgy könnyekig. Például ma reggel is, hogy a Somikot állt, hogy dacolt az elemekkel a buszmegállóban, ott hideg volt, de ott állt így pirosodó orral, az is olyan nagyon megható volt. És hát nem üvöltve, nem sírtam rajta, de megható volt.
Ez annyira cuki, és nagyon, tudod, mit láttam az arcodon, ami a Somával kapcsolatos kérdésekre a válasznál volt, olyan büszkeséget. Én is éreztem, hogy kiül az arcomra. De tényleg. Igen. Na és akkor még egy utolsó kérdésre térnék ki, amikor azt válaszoltad, hogy nem szívesen élni a saját magaddal. Igaz? Ez nagyon vicces. De miért nem? Hát mert én épp azt ecseteltem, hogy én azért sokszor azt gondolom magamról, hogy egy főnyeremény vagyok. Tehát, hogy tényleg magas, jóképű, gazdag, tehetséges, jól főz, takarít, házias, szereti a gyerekeit. És most nem ironizálsz. Nem, ezeket tehát ez mindig az, halálosan komolyan mondod. De azért ezt ami ezzel jár, a másik oldalt húzamosan elviselni, és nagyon furcsa is volt, hogy én magam is azt mondtam rá, hogy nem. Uh-huh. Mert és most ezt így át kell értékelnem ugye a feleségemet, a házasságunkat, hogy azért ezt elviselni tartósan, mert ezek jó dolgok tényleg, amiket elmondtam. De azért van hát ebből azért kiderült, igen, hogy azért meg van itt tekerve a dolog. Úgyhogy ezt azért elviselni, úgyhogy elismerésem a kedves Dorka, drága teremben, feleségem, köszönöm, hogy elviselsz engem a nap 24 órájában. Hát ilyen gyönyörű vallomással zárni, megkapod a regisztrátumot. Jaj, de kedves, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy jöttél, óriási élmény volt. Köszönöm szépen, nekem is. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, azért te meglehetősen őszintén éled az életedet. Ja, igyekszem. Köszönöm, édes Kornél. Köszönöm, drága Mac. Nincs ilyen búcsot, ez volt a 20 perc őszintén. Várom önöket legközelebb is.